csúcstermés. Amíg almából kevés, burgonyából akár kiemelkedő mennyiséget is betakaríthatnak idén a gazdák. Biztonságos fürdőzés, kiváló vízminőség várja a vendégeket a tófürdőben. Pendelyben, gatyában, szoknyában, Szatmárban. Gasztró versennyel és határon túli fellépőkkel színesítve rendeztek hagyományőrző napot Géberjénben. Akár csúcstermés is lehet az idén burgonyából, csak az elmúlt hetek időjárása zavarhatja meg valamennyire a gazdák várakozásait. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Tavaly valamivel több mint 8000 hektárról több mint 190 ezer tonna burgonyát szedtek fel. A termés átlag 13,4 és 50 tonna között mozgott. Derül ki az Agrárgazdasági Kutatóintézet adataiból. Előzetes becslések szerint az árak nem változnak majd ebben az évben. Megfelelő tápanyag, csapadék, valamint 25 Celsius fok körüli időjárás. Ezek a krumpli termesztésének feltételei. Az az időjárás és nagy meleg, ami pár éve jellemzi a nyári hónapokat, nem kedvez a burgonyának. Ebben az évben nem voltak olyan hosszantartó forró időszakok, mint a korábbi években, amikor több héten át kánikulaton volt az országban. Ennek is köszönhető, hogy nagyon jó termést hozhat a burgonya. Az időjárás nagyon ciklusos volt, tehát heterogén volt. Gyakorlatilag ugye a korai tavasz, ami nagyon-nagyon szárazság volt, utána a burgonyára meg kellő időbe és megfelelő mennyiségű csapadék jött. Viszont a most, tehát a korai burgonyáknál az nagyon jó volt, de ami most a késő őszi burgonya, ez a július, ez az augusztus, egy mostani meleg, most gyakorlatilag a gumónövekelés leállt, hát reméljük, hogy az elkövetkező napokban jön egy kis lehűlés, és akkor újra beindul a gumófejlődés a burgonya alatt. Így Gyulatanyán 5 hektárnyi területen közel 50 fajta burgonyát termesztenek. Az öntözés fontos szerepet játszik a növény fejlődésében. Itt három módon is próbálják pótolni a csapadékot. Vízágyúval, csöpögtetve és mikroszóró fejekkel. A hazai krumpli fogyasztás körülbelül 70%-át tudják lefedni magyar burgonyával. Tavaly valamivel több, mint 8000 hektárról 192,7 ezer tonna burgonyát szedtek fel. A termés átlag 13,4 és 50 tonna között mozgott, derül ki az Agrárgazdasági Kutatóintézet adataiból. Az 50-es években a felszedett mennyiség a 3 millió tonnát is elérte, a 90-es évekre már az 1 milliót sem. Ez annak köszönhető, hogy rohamosan csökkent a burgonya ültetési felület az országban, jelenleg ezt nagyjából 8500-9000 hektárra becsülik. Ennek több oka van. Egy ok, mikor becsatlakoztunk az EU-ba 2004-ben, akkor ugye a nagy EU-k, azoknak volt 1 millió 200 ezer hektár ültetési felület. Lengyelország egyedül 850 ezer hektárral nyomult be az EU-ba. Ugye onnan behozták a gyenge minőségi burgonyát, a lengyelek olcsóban adták, így a magyar burgonya termesztő társadalom visszafogott, tehát visszalépett. A régi gépek ugye azok már elamortizálódtak, tehát újakat nagyon nehéz beinvestálni, illetve mondjuk ez a hőmérséklet is, bár kétségkívül, hogy vannak mutató pozitív jelek, hogy szárazságtűrő keszei fajták, illetve a krupamagnak a fajtái, tehát vannak magyar nemesítésű burgonyák, amik tényleg megállják a helyüket, de sajnos ez az időjárás jelen pillanatban nem nagyon kedvez itt a klíma, viszont az öntözéssel nagyon sokat tudunk pótolni, csak hát ugye ez is költség. A területek csökkentését az is befolyásolta valamilyen szinten az elmúlt években, hogy a reformkonyha nem túl pozitívan vélekedik a krumpliról, inkább az édes burgonyát népszerűsítik. A gazdák számára egyébként egy hektár burgonya önköltsége körülbelül 1,5 millió forint, ezt nehezen lehet visszatermelni. Augustini András szerint ez azért van, mert a gazdák 80-100 forintos kilogrammonkénti árakat kapnak a burgonyáért, amit a boltok 300 forintért árulnak, az árkülönbözet pedig az üzletláncoknál marad. A burgonya termesztők ugyanazt a támogatást kaphatják az államtól, mint a többi szárazföldi kultúrával foglalkozók. Ilyen például a napraforgó, a repce vagy a kalászos. Ez körülbelül 72 ezer forintot jelent hektáronként. A boltokban nagyjából 250-300 forint a burgonya kilogrammonkénti ára, a piacon 100-150 forint. Ez hasonlóan alakult az előző évben is. Augustini András szerint ez jónak számít.
Kiváló a víz a tófürdőben, amelyet az elmúlt napokban rengeteg vendég fel is keresett, köszönhetően a jó időnek, ahogy a medencés fürdőkben, úgy itt is folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, sőt, a száraz meleg időszakokban a megfelelő oxigén utánpótlásra is oda kell figyelniük az üzemeltetőknek. Ki a parton ülve, ki a hűsvízben próbálta átvészelni a kánikulát a tófürdőben. Az elmúlt napokhoz hasonlóan kedden is sokan érkeztek a strandra. A 26-27 fokos vízben bátran megmártózhattak, a minőségével szerencsére minden rendben volt. Itt a tófürdő esetében is hála Istennek pillanatnyilag is kiváló vízminőségről beszélhetünk, és hát köszönhető ez többek között annak is, hogy az új csúszdákról egyébként óránként 600 liter friss víz ömlik a tóba. Sokan feltették a kérdést, hogy nem lehetne egy kicsit, hogy melegebb legyen a csúszdán a víz. Hát nem, mert hiszen a tóba öntjük ezt a vizet, úgyhogy például termálvízzel vagy valamivel ezt nem is lehetne üzemeltetni, mert akkor magát a tavat egy természetes élethelyet, ugye ebbe halak stb. Élnek, elkezdenénk fűteni, ami hát igazániból botorság lenne. Úgyhogy hála Istennek ennek a csúszdának a teljesítménye az azt eredményező, hogy egy nagyon jó vízminőségről beszélhetünk a tófürdő esetében. Törvény írja elő egyébként a havonta történő vízmintavételt, amelyet akkreditált laboratóriummal kell lefolytatni. Az üzemeltetőkön kívül az ANTS is figyel, amelynek szakemberei szúrópróbaszerűen ellenőriznek. Ezen kívül 3 havonta a legionella baktérium jelenlétét is vizsgálják. A tavakban ráadásul a jelentős hőmérsékletemelkedés vagy a csapadék hiánya is befolyásolhatja a vízminőséget. Itt például az algásodás megakadályozása érdekében korábban már trükkökhöz is kellett folyamodniuk. Volt már arra is példa, ami talán furcsának hat, de ilyenkor az oxigén utánpótlást kell megnövelni a vízben, és volt olyan, hogy béreltünk 3 jetskit, eljöttek, és akkor ők itt egész nap jetskiztek, és ezzel annyira jól átforgatták a vizet, ugye, hogy tele lett oxigénnel, és rögtön megállt az algásodás. Úgyhogy vannak erre ilyen bevett, írott és íratlan módszerek is, de minden esetre az a lényeg, hogy hála Istennek még olyanban nem volt részünk, hogy be kellett volna zárni valamelyik medencénket, vagy esetlegesen a tófürdőt, mert erre kiemelt figyelmet fordítunk. Hát ugye nekünk is elemi érdekünk az, hogy minden nap tudjunk üzemelni, és megfelelő vízminőséget tudjunk produkálni. Ez a cél a többi sóstói strandon is, ahol szintén folyamatosan figyelnek a vízminőségre. A vízforgatásos medencéket számítógépes rendszer felügyeli, és az eredmények függvényében adagolja a szükséges klort. A munkatársak emellett óránként tesztméréseket végeznek, amennyiben pedig indokolt módosítják a vegyszerek arányát. A gyógyvizes medencéket minden nap leengedik, majd fertőtlenítik, reggelre pedig friss vízzel engedik tele. Ez pedig már a Tisza part, ahol több helyen lehet fürdőzni, de kizárólag a kijelölt szakaszokon. Nyaranta sokan élnek is ezzel a lehetőséggel. Vásáros Navin polgármestere arról tudott beszámolni, hogy bár nyár elején volt, ami negatívan befolyásolta náluk a vízminőséget, később javult a helyzet. Az áradások kapcsán ugye nem volt jó a víz, mint a június végén, aztán július elejére ez helyreállt, úgyhogy most már joggal mondhatjuk azt, hogy a Tiszapartot, mint a terepet, a homokos, lapályos részt azt mi rendben tartjuk, de most már a víz is rendben van. A szabályokat persze mindenhol be kell tartani saját biztonságunk érdekében. A bóják például nem véletlenül vannak a vízben, azokon túlra nem szabad bemerészkednünk. Jó tett egyébként, aki kihasználta az elmúlt napok időjárását a fürdőzésre. A strand szezon szerdán ugyanis egy jelentős lehűlés akasztja meg esővel és széllel. A következő napokban aztán fokozatosan melegszik majd a levegő, de a mostanihoz hasonló hőségre idén-nyáron az előrejelzések alapján nem számíthatunk. Gasztroversennyel és határon túli fellépőkkel színesítve rendezték meg Géberjénben a Pendelyben, Gatyában, Szoknyában, Szatmárban címet kapott rendezvényt. A község életét meghatározó esemény idén 5. alkalommal a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával jött létre. 2013-ban fogalmazódott meg először az ötlet Géberjénben, hogy egy hagyományőrző napot tartsanak a településen. Egy akkori líder pályázatnak köszönhetően lehetőségük volt létrehozni a szatmári táncokat és ízeket felvonultató rendezvényt. Akkor 12 tánccsoport mutatkozott be, az esti talpalávalót pedig Szalonna és Bandája húzta. Idén más stílusában változatosabb kínálattal várták az érdeklődőket. A program az nagyon érdekesen áll össze, hiszen egy egyesületnek nincsen, illetve alig van a tagdíjon kívül saját bevétele, ezért minden évben pályázunk.
vagy hazai forrásra, vagy uniós forrásra. Az idén ezt éppen az Nemzeti Együttműködési Alap támogatta ezt a rendezvényt, és nyilván amikor megíródik a pályázat, akkor mi csak elviekben tudjuk, hogy körülbelül hány fellépőt várunk. Amikor megtörténik a bírálat és megvan az összeg, akkor tudunk lekötni fellépőket, de abban teljesen biztosak vagyunk, hogy mindig néptánc. A rendező egyesület eddig székelyföldi egyesületekkel volt kapcsolatban, idén azonban Kárpátalja felé is nyitottak, így onnan is számos fellépő színesítette a napot. A főző csapatok között pedig a testvértelepülés és a környező falvak is megmutatták gasztronómiai sokszínűségüket. Szatmári étke gasztroversenye. Ez azért különleges, mert nem mondjuk meg, hogy mit főzzenek. Magyarul ez azt jelenti, hogy bármelyik csapat azt főzi, amit akar. Tehát magyarul azt kértem mindenkit, hogy hozd el azt az ételt, ahonnan jöttél, és főzd meg nekünk itt. És ezért nagyon színes a paletta, a zsűrinek nagyon nehéz dolga van, ezért aztán itt van a nyírcsahogyi lapcsánka, itt vannak a pörköltek, a sültek, a köttesek, itt most már Kárpátalja is érdekes ízek, kecskepörkölt, ha jól tudom, a gombás húsok, töltött káposzta, brassói, tehát én azt gondolom, hogy amit itt helyben el tudnak készíteni, azt itt a téren meg lehet találni. Az 5. Pendelyben, Gatyában, Szoknyában, Szatmárban rendezvényéről hosszabb összeállítást láthatnak a Túra Bakancs című műsorunkban. Nagyobbat vágnak szerdán az üzemanyagok árán. A benzinesek és a gázolajosok is olcsóbban tankolhatnak. Előbbi literenkénti átlagára 9, míg utóbbi 7 forinttal csökken. Ezzel a 95-ös literjét átlagosan 379, a dízelét pedig 390 forintért tölthetjük a járművekbe. Természetesen a benzinkutak között továbbra is jelentős, akár 50 forintos árkülönbség is tapasztalható, érdemes tehát jól megválasztani a tankolás helyét. Az áresés egyébként annak köszönhető, hogy Kína és az Amerikai Egyesült Államok gazdasági feszültsége kihat az olaj árára is, ami hosszú távon is folyamatos csökkenést eredményezhet. Most ráadásul a forint erősödése is segít ebben. Már nem csak külföldön, hazánkban is egyre szaporodnak a kutyabarát szállás és fürdőhelyek. Ennek köszönhető, hogy egyre többen indulnak útnak házi kedvencükkel. Egy külföldi nyaralás előtt érdemes időben tájékozódni a helyi utazási szabályokról, attól függően, hogy autóval vagy repülővel tervezik az utazást. Ha négylábú barátunk társaságában autóval indulunk vakációzni, ne feledkezzünk meg arról, hogy kutyánknak is biztonságosan kell utaznia. Kedvencünket vagy egy rögzíthető, megfelelő méretű, jól szellőző utazó ketrecben, vagy a biztonsági öfös csatolható hámmal szállíthatjuk. Kutyák számára is elérhető megfelelő gyógyszer az állatorvosnál, ha az autóban rendszeres rosszulét jeleit mutatja. Érdemes üres gyomorral útra kelni, ám friss vízzel mindig készüljünk, és parkoló autóban soha ne hagyjuk egyedül kedvencünket, még rövid időre sem. Ha szeretnénk megspórolni az autó gyakori takarítását, érdemes beszerezni olyan húzatot, ami megvédi az ülés kárpitját a szennyeződéstől. Hosszabb utazás előtt pedig érdemes ellátogatni az állatorvoshoz, hogy felkészüljünk az esetleges váratlan betegségekre. Ha pedig külföld az úti cél, az állatorvostól arról is tájékozódhatunk, hogy milyen betegségek itthon ritkább vagy ismeretlen élősködők veszélyeztethetik a kutya egészségét. Ezt érdemes már hetekkel az indulás előtt megtenni, mert néhány oltásnak vagy parazita ellenes kezelésnek több időre van szüksége, hogy kifejtse hatását. Európai Unión belüli utazásnál kisállatunknak, legyen az kutya, macska vagy akár vadászgörény, rendelkeznie kell útlevéllel. Az úti okmány csak egyedi azonosítóval, vagyis beültetett mikrocsippel és hatályos veszettség elleni védőoltással érvényes. Fontos tudni, hogy az állat életében kapott legelső veszettség elleni oltás az EU szabályozás szerint csak a beadás napjától számított 21. napon válik érvényessé. A féreghajtással és a külső élősködők elleni kezelésekkel kapcsolatos követelmények országonként különbözőek. A Magyar Állatorvosi Kamara honlapján megtalálhatóak az aktuális jogszabályok. Harmadik országba való utazásnál, illetve inkább a visszautazásnál, ami fontos lehet, hogy sok ország megköveteli, hogy a veszettségoltás nem csak bélyegzővel, matricával igazoljuk a kis könyvébe a kutyusnak, cicusnak, hanem kell egy vérvizsgálatot is csinálni, ami a veszettség vírus ellen termelt ellenanyag mennyiségét méri a vérben, és erről egy igazolást is fel kell tudnunk mutatni több nyelven.
Ha négylábú barátunkkal repülővel tervezzük a vakációt, mindig az adott légitársaság szabályai szerint kell eljárni, amelyről szintén jóval indulás előtt érdemes tájékozódnunk. Mindenképpen fontos, hogy amennyiben kedvencünkkel tervezzük az utazást, bármilyen közlekedési eszközt is választunk, ne hagyatkozzunk az előző évek tapasztalataira, szokásaira, szabályaira, mert ezek időről időre változnak. Változatlan szakmai stábbal, viszont átalakított játékos kerettel készül a szezonra az MB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. Csapos János együttese a Magyar Kupa előselejtezőjében augusztus 29-én az MB1 B-s Ózdot fogadja. A bajnoki nyitányon szeptember 15-én pedig a Hajdú Böszörmény látogat Nyírbátorba. Alaposan átalakított kerettel vágott neki a felkészülésnek augusztus 1-én az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A két évvel ezelőtt újjászervezett együttes egy ezüstérmet és egy negyedik helyezést követően szinte teljes virágtömlesztésen esett át. A kezdő hetes tagjai távoztak, vagy befejezték, illetve felfüggesztették pályafutásukat, ezért Kovácsra, Bodra, Pálfira, Takásra, Tótra, Spisákra és Bíróra már nem számíthat Csapos János edző. Így viszont mások előtt nyílt ki a felnőtt csapat kapuja. Amellett, hogy a fiataljainknak nagyobb lehetőséget adunk, itt Rácz Rolandra, Szedlár Balázsra, Blánár Mihályra, Lapos Istvánra gondolván, amellett azért igazolni is kellett. Hogy kezdődik egy csapat? Védj egy jó kapust, ezért a kapuban Felföldi Róbertet tudjuk. Én örömmel veszem, vagy tudom be, hogy hozzánk igazolt, Hajdunánásról Pál Tamás, Fehér Gyarmatról, ő lövőposzton játszik, illetve két kettős igazolt, a Fábián Vince Nyíregyházáról, illetve a Tamás Levente, aki balkezes jobbszélső. A vezetők egyelőre nem határoztak meg konkrét célt, mivel a felkészülést a játékosokkal együtt végző edzőnek gyakorlatilag új csapatot kell építenie. Nagy kihívás, de én úgy gondolom, hogy azok, akik jöttek, azok fogják pótolni azokat, akik elmentek, de hát ez majd a bajnokság végén fog igazából kiderülni. Azért a 50-60, inkább 70% a csapatnak megmaradt, ugyanis számítunk a helyi fiatalokra, akik többé-kevésbé komolyan veszik a felkészülést, úgyhogy itt vannak a elnézést a délutáni edzéseken, és meg a délutáni edzéseken is. Természetesen vannak, akik hiányoznak munka miatt, diák, meló, stb. Hát van olyan is, akit nem látunk, de reméljük, hogy ő is meg fog jelenni. Természetesen azokra számítok, akik velem végigcsinálják ezt a munkát, és hasznos tagja akarnak lenni a csapatnak. A nyírbátoriak a tavalyinál kettővel több, összesen 9 csapatot indítanak a különböző sorozatokban. A felnőtteknél a megyei első osztályban is ott lesz a bátor, az NB2-es együttes pedig az Ózd elleni Magyar Kupa előselejtezővel kezdi a szezont augusztus 29-én, majd a bajnoki nyitófordulóban szeptember 15-én a Hajdú Böszörményt fogadja Csapos János együttese. Elkezdte a felkészülést az NKK 5-ös U14-es fiú kosárlabda csapata. Az együttes túl van egy miskolci edzőtáboron, és már a Vescsik torna termében tréningeznek a játékosok. A 14 évesek regionális kiemeltként vágnak majd neki a bajnokságnak. Bár a nyári szünetből még hátra van bő 2 hét, az NKK 5-ös 14 éves kosarasai számára már részben véget ért a vakáció. Miközben akik tehetik, a vízpartra menekülnek a kánikulában, a nyíregyházi srácok a Vescsik torna termében izzadnak. A csapat edzője, Szavics Bráne, a felkészülés kezdetén szerette volna megmutatni a fiataloknak, hogyan épül fel egy profi csapat napja a bajnokság előtti időszakban. A múlt hét voltunk már edzotábor a Miskolcon, ott volt U16 és U14 csapat, és ezt szeretem mondani, hogy nagyon sikerült ez a tábor, mert én és a kollégá Tamás, Ferenci Tamás, mi akartunk mutatni a gyerekek, hogy működik egy profi csapat, mert én voltam játékos, ő volt a edző, és napi két edzés volt, pihenés, utána ebéd után regeneráció, ott is volt atlétika, minden, ami egy profi csapat edz egész szezon, mi most múlt hét csinálunk ott edzőtábor, és gyerekek nagyon jó voltatok, jó munka volt, erős volt. Az NKK 5-ös U14-es csapata az elmúlt szezonban megnyerte a regionális bajnokok tornáját, a mostani együttesben azonban már kevesen vannak abból a gárdából. Az edző szerint fontos, hogy a játékosok nem csak a pályán, hanem azon kívül is fejlődjenek. Teljesen más csapat van, már azok egy pár játékos,
Ez, amit csináltuk múlt szezon, ez extra eredmény volt, ez a kis egyesület, ami nálunk van, egy iskolás, majdnem egyesület. Pedig én mindig mondtam, hogy nálunk nincs ez az eredménynyomás, abszolút, mert amit mondtam, egy iskolás csapat vagyunk, és mi csak szeretünk tanulni gyerekek, kosarlabdázni, tanulni, hogy kell viselkedni, hogy kell egy csapatember lenni, és úgyis senki nem lesz utána a profi csapat, és csak jó, profi játékos, és csak jól lesz neki. És legyen sport, mozgás, hogy nem gyerekek otthon maradt, és csak videójáték, és ami mai világon most divatos. Az NKK 5-ös U14-es csapata a regionális bajnokok tornáján aratott győzelemnek köszönhetően régiós kiemeltként vág majd neki a bajnokságnak, ahol az őszi szerepléssel vívhatja ki a főtáblára kerülést. Ennek a korosztálynak nem lesz hazai tornája, Savić Brane csapata edzőmeccsekkel készül majd fel a szezonra. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Akár csúcstermés is lehet az idén Burgonyából, az elmúlt hetek időjárása zavarhatja meg valamennyire a gazdák várakozásait. Tavaly valamivel több mint 8000 hektáról 190 ezer tonnát meghaladó burgonyát szedtek fel, a termés átlag pedig 13,4 és 50 tonna között mozgott, derül ki az Agrárgazdasági Kutatóintézet adataiból. Előzetes becslések szerint az árak nem változnak majd ebben az évben. Kiváló a víz a tófürdőben, amelyet az elmúlt napokban rengeteg vendég fel is keresett, köszönhetően a jó időnek. Ahogy a medencés fürdőkben, úgy itt is folyamatosan ellenőrzik a vízminőséget, sőt a száraz, meleg időszakokban a megfelelő oxigén utánpótlásra is oda kell figyelniük az üzemeltetőknek. Rajtuk kívül az ANTS is végez ellenőrzéseket a strandokon. Gasztro versennyel és határon túli fellépőkkel színesítve rendezték meg Géberjénben, a Pendelyben, Gatyában, Szoknyában, Szatmárban címet kapott rendezvényt. A székelyföldi egyesületek mellett idén Kárpátalja felé is nyitottak a szervezők, így onnan is számos fellépő színesítette a napot. A főzőcsapatok között pedig a testvértelepülés és a környező falvak is megmutatták gasztronómiai sokszínűségüket. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták augusztus 13-án kedden. Friss hírekkel legközelebb szerdán várjuk majd önöket, tudósításainkat pedig addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Munkatársaim nevében is szép estét kívánok, viszontlátásra! Kedden este kevés komoly felhő várható, majd az éjszaka második felétől beborul az ég. Esőzápor egyre több felé előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 21 fok körül alakul. Szerda estig erősen felhős vagy borult lesz az ég. Esőzápor sok helyütt várható, helyenként zivatar is kialakulhat. Az északi szél megélénkül sokfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 24 fok között valószínű. Csütörtökön keleten is csökken a felhőzet, országszerte több órára kisüt a nap és már nem valószínű csapadék. Pénteken a változóan felhőségből szorványosan előfordulhat záporeső, néha zivatar. A hétvégén és a jövő hét elején általában kevés fátyol, illetve gomoly felhő zavarhatja a napsütést.